Elmondjuk, hogy mi a helyzet? Nem. Sziasztok! 2018. szeptember 9-e vasárnap van. Itt egy kis Manó Mini, aki hintáztat engem. Nagyon ügyes vagy! A szokásos kis vasárnapi ebédünkön vagyunk éppen anyáéknál. Főzött jó kis gulyáslevest és aranygaluskát sütött hozzá, úgyhogy most már túl is vagyunk az ebéden. Itt a kis árnyékban nagyon szuper idő van, és itt picit még pihenünk, levegőzzünk a Ninivel, aztán indulunk vissza haza, Csabi meg Beni bent vannak. Úristen, de fekete lett a talpad! Tiszta. Nem tiszta, piszkos. Nagyon piszkos. Finomat főzött mama? Ez. A hajad tiszta. Finomat főzött mama? Anya. Az én hajam tiszta? Tiszta. Apa. Apa haja is tiszta. Bubuj. Bubuj is. Szóval szerintem nagyon finomat főzött anyukám. Megyünk is haza, letesszük a gyerekeket aludni. És szerintem mi is pihenünk egy kicsit, bár igazából nekem meg kéne vágnom a következő vlogot, meglátjuk. Képzeljétek el, hogy a gyerekek 4 órája alszanak. Én is pihentem egy kicsit, aztán nekiálltam vágni kivételesen, azért vagyok a dolgozó szobában. Beni felkelt, lejött hozzám, aztán összebújtunk a kanapén egy picit, és ott elaludt újra, úgyhogy azóta alszik. Jó, a legjobb iskolákban semmi, na hát felébredtek itt a... Gyerekek, apróságok, jó nagy kukorát csináltak, amilyen kicsik, olyan sok mindent tudnak, olyan gyorsan szétpakolni. És hát már itt vár a ruháj, várja őket a ruhájuk, mert hogy azt ráadtuk ki Csabival, hogy egy picit, hogy lefárasztjuk őket, meg hogy együnk egy jót, kirándulunk egyet, Etyek felé vesszük az irányt. És akkor ezzel fog eltelni itt a vasárnap délutánon, késő délutánon, kora estén. Kocsival megyünk, de igyekszünk, hogy korán ágyba kerüljenek a gyerekek, mert reggel irány az óvi és irány a bölcsi, ugye fiúk? Nem! Nini. Na, tehát ott tartunk, hogy egy olyan tárgyról beszélünk, ami nagyobb, mint egy gyufás doboz. Kék és zöld színben létezik. Ez, esetleg ez egy játékféle? Ezzel játszani lehet? Igen. Neked? Neked van ilyen játékod? Nem. Nincsen. Csak egy. Tehát akkor van ilyen játékod? Igen. Egy darab kék és zöld szín. Nem, egy barna szín. Apa. Hát egy hajszányit így nehéz a barkópa, mert nem menet közben változnak a paraméterek. Az alja meg virágos zöld. Nem virágos zöld, hanem virágos barna. De Beni, azt mondtad korábban, hogy ez a tárgy ez kék és zöldféle színben létezik. Amire kiderül... ő gondol. Neki egy másfajta van belőle, ami viszont barna színű. Kaptál egy kis segítséget. Ez tényleg így van? Igen. Beni, ez a játék most a kedvenc játékod? És Saurus a vége? Igen. Akkor csak nem a Lego dinoszauruszra gondoltál. Megfejtettük. Elindultunk, ugyan nem Etyekre, pedig az volt a terv, hogy elmegyünk, és a Sonka Mesternél leszünk egy csomóféle sonkát, meg szalámit, meg mindenféle ilyen habzsi-dörzsit. De jó lett. De kicsit elvacakoltak az időt, úgyhogy nem nagyon lett volna már időnk lemenni, ugyanis tőlünk Etyek 54 percre van. Úgyhogy egy közelebbi célpontot választottunk. Hova is megyünk pontosan? Ez Vasad? Vasad ugye? Igen. Nádas pihenő park, oda megyünk, ott a gyerekeknek van hatalmas tér, tudnak futni, rollerezni, nem tudnak fáradni, mi pedig tudunk enni valami finomat. Igaz, Ágnes? Hát nagyon bízom benne, hogy jót fogunk enni, mert én nagyon-nagyon éhes vagyok.
amikor alkoholt fogyasztunk, mint ahogy a tegnap a sztrinapi bulimon tettük, másnap egész nap képes lennék enni. Mondjuk egyébként is minden nap, vagy egész nap éhes vagyok. Minden nap képes lennél lenni? Minden nap éhes vagyok. Nem, úgy értem, hogy mindig éhes vagyok, de ilyenkor kimondottan nagyon-nagyon, tényleg egész nap, és ó, most is olyan finom volt a nyelen az a gulyás leves, de már kétszer ettem belőle, úgyhogy valami másra fáj a fogam. Egyébként azokra a sonkákra fájt volna. Na, mivel kiderült, hogy ma Áginak az a napja van, amikor képes enni, szóval megyünk enni, és a gyerekeket lefárasztani. Ez a terv. Közben pedig a Benivel... Beni, mit csinálunk egyébként most? Mit játszottunk? Na jó, eddig barkopáztunk be, úgy látom, hogy most már beindul valamiféle fajta dinó játék a hátsó sorban. Hátsó sorban. Úgyhogy, irány. Igen, egyenesen. 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 Szalon képesen és hüde ügyesen. Na, akkor irány a nádas pihenő park. Na, megérkeztünk. Utoljára májusban voltunk itt, a Ginny barátnőmnek az esküvőjén. Annyira szép kis rendezett hely ez. Roller nélkül egy lépéssel imádják a gyerekek. És mi is, mert nem kell őket cipelni, hanem csak úgy gurulnak mellettünk, úgyhogy gyertek fiúk. Bubász, neki mész? Ne állítsuk fentebb a kormány. Ja, de tényleg mondta, hogy fentebb kérne. Gyere ide, megcsinálom. Nagyon közel vagyunk Vecséshez, Ferihegyhez, vagyis hát a Liszt Ferenc reptérhez, és rengeteg repülő megy az égen, és amíg nézegettük a Ninivel, a fiúk itt hagytak minket. Úgyhogy itt... itt találtatok, fiúk! Egy kalandparkot, vagy ilyen akadálypályát. Oda süss! Ott lehet mászni. Na, menjünk vissza. Arról jöttünk, ott van egy strand hátul, nagy csúszdával, természetes vízzel benne. Hol vagytok, fiúk? Tündérországban. Megálltok, ott csinálok rólatok egy fotót. Hát
ez a hely egyébként gyönyörű. Nagyon-nagyon hangulatos. Találtunk ismét egy kis átjárót, iszkolok a nini után, mert nagyon gyors, és ezért kicsit félek, hogy beleesik valami nádasba, vízbe. Hát itt nádas volt, tényleg van bőven, de én teljesen le vagyok nyűgözve ettől a helytől. Kis csöndes, nyugodt, szuperül körbesétálható. Ó! Nagyon finom illat van, rózsa illat. Itt szagoljátok meg, milyen rózsa illat van. Mert közel jönnek mögöttem a fiúk is egyébként. A nagyok. Hoppá! Gyertek! És lassan körbejárjuk. Oh, gyönyörű! Nini, mit csinálunk itt a kocsiban? Elmondod? Itt ülünk a Hyundai Kona csomagtartójában. Beninek is vegyünk elő zoknit, ugye? Mert hogy vettél fel zoknit. Mert hogy kinyitottad magadra az egyik csapot, és vizes lett a cipőd, ugye? Apa meg Bubu beültek vacsizni, úgyhogy megyünk mi is. Inni szeretne meg. Ja, tessék, itt van Natan, és belül. Igen. Rá ne borítsa magát. Rendeltünk Mici Mackó kedvencét. Valaki szomjas volt. Mit teszel, Csabi? Halászlevet. Fincsi halászlevet. Nagyon jó. Tiszafüredi. Finom? Finom. Nagyon-nagyon jó sűrűnek nézni. Én tatárt teszek. Ez is a kedvenced? Úton vagyunk haza, nagyon finomat vacsoráztunk, tényleg jó volt egyébként minden. Még nincs a sebbecsélgebe. Micsoda? Apa, még nincs a sebbecsélgebe. Apa, miket mesélsz? Meséld tovább. Hát Benedikt megkapta a mőjmőjt. És ő lett, mi lettél Benedikt? A villám istene. Mennydörgés istene. Jaj, igen. Ő lett a mennydörgés istene, megkapta a mőjmőjt. Amely építő szerszám, de pusztító fegyver is. Ajaj. Nathaniel viszont a Kingiknek lett az istene. Kingi istene. Amely, ha hozzábújsz, finom és puha. Viszont, ha lekajálod, akkor büdös. Úgyhogy vigyázni kell rá. Nathaniel a Kingik istene. Hello, Gingi isten! Hello, milyen isten? A zombi istene. A zombi! Anyukád a zombi istene? Te! Én! Kire mondtad, Benny? Anyára mondtad, nem? Apára. Mi a zombi istene?
ki a zombi hát istenek. Biztos, hogy nem én vagyok. Én nem akarok egy zombi isten lenni. Valami jobb akarok. Te legyél mától. Zombi isten. A szépség királynők istene. Jó! Mi a dolga? Koronádat feldobod, az megmutatja, hogy ki a legszebb a földön. És ha jó kupán vágja, akkor ő az új királynő. Mi a szuperképességem? Az új szuperképességed mától, hogy másfél óra sminkelés után gyönyörű szépé válsz. Tegnap is emiatt késtük le a születésnapodat a formán. Jaj, ez jó! Kapsz csoda ecseteket, amivel mint a villám. 5 perc alatt kisminkelem magam. Igen. És egy új rúzskészletet, amelyet kimúló csillagnak fényében vadul kovácsoltak. Atya ég! Hát akkor meg vagy. Na és még te ki vagy, azt mondd el. Én Csaba, én csak vezetek. És te minek az istene vagy? Én nem vagyok isten. Ó. Oh. Minek az istene? Minek az istene legyek, Benni? Na? Én inkább az kereszelem a gőgész istene, én meg az Amerika kapitány. Na hát anyád örülne neki, ha én lennék Thor. Úgyis oda van a Chris Hemsworth-tél. Hol mondtam a nevét? Hemsworth. Tuti ausztrál a pali. Azoknak van ilyen fura nevű. Nem, mert te simán csak John Smith. Nem. Chris Hemsworth. Egyébként neki is van egy nagyon szép kislánya, vagy talán kettő is. Azt nem tudom pontosan. De több gyereke van aztán. De a Pataki, hogy is hívják. Pataki Attila? Nem, a felesége. Részben magyar. Részben? Valamelyik anyukája, nagymamája valamelyik felmenője magyar volt. Deréktől lefelé, vagy deréktől felfelé magyar? Hát szerintem elbúcsúztatjuk ezt a napot, nagyon jól sikerült. Úgyhogy nagyon kellemes estét kívánunk nektek is, hogyha éppen este nézitek ezt a videót, ha nem, akkor majd. Jó reggelt nektek! A reggel, jó reggel! És jó ebédhez szóljon a nóta. Így van, szóljon a kis család nótája. Mi legyen a nótánk? Mit énekelünk? Va, belevágjuk a ketchupba az ételt. Most együtt. Belevártjuk a ketchupba az ételt. Hát azért szövegírásban mi nem vagyok akkor a spillerek, de összejön ez. Va.